szeretettel köszöntjük mindenkit. Én is kaptam levelet, hogy az 50 benne kell legyen a szövegben. Én se írtam bele. Ma reggel jött a levél, szóval régen szóltak, én elfelejtettem. Aztán eszembe jutott Kalcsikom, amikor ünnepeltük az 50 éves születésnapja. Kalcsikom egy öreg, idős ember, még a jó antivilágban is buszsofőr volt. Egy olyan alak, hogy ilyen nagy bőrülés volt beszerelve a buszba, ott hátra volt dőlve, így aludt az öreg. Jött a legény, mondta, hogy Kalcsiba, szája nyitva felejtette. Az öreg megint mondta, tudom fiam, én hagytam úgy. Vagy ment el Csíkszeredából szépvízre, ment előtte a kombány, az öreg nem sietett, mert tudta, hogy Csíkszeredába kell álljon 2 óra, mire visszatér. A legények először szóltak, hogy Kalcsiba, adjon gáz, mert a hátsó számtáblát a mi vagyok nyolja. Kalcsiba válaszolt, nyoljak az őrmény anyád. Na ő mondta, amikor ünnepeltük annak idején az 50 éves születésnapját, hogy azt mondja, de nem így Sanyika, lassan nekem is azt kéne, mint az asszonynak. Ha mondom mi? Hát egy jó kemény. Hát az enyém már minnyi, húzni nagyobbat tudok minnyomni. Na, Kalcsi bácsi jól lesz, szóltam arra is. Kalcsi komán disznyót vágott. Egy ilyen szombatnap volt, és az 5-ös busszal elmentem még Gyimesbe, Simon Kalcsi komán amelyikhoz, hogy a disznyót vágjuk le. Akakunk bémények, ha senki. Bén a házban, és hadod sincs senki. Mondom, a füttő elejébe letelepedik, és aztán elszáll valamelyik csak megérkezik. Hát és szivort nem szittam el, ha jön és karő koma, a jó napot. Ha mondom az asszon, hol van koma, ájszem megszökött. Az nem azt mondja, csak békélet vigy a gyermekecskét Szeredába az orvoshoz, mert az 9 hónapos még nincs, de már úgy harap, hogy ringatni és csak fiskabalba tudjuk. Még így ezt tiszta kékek szőnek vagyunk azt. Na, aztán ahogy elbeszélt, közben valami pallinkát elérett, s mink egy pohár alakból bévettünk, és azzal szerelődtünk hátra az estállóba, hogy akkor a disznyót vágjuk le. Na, mit mondjam? Olyan fajna alatt volt, hogy akkora minden háború. Azt mondja Kalcsikomán, na mit szólsz, fajn disznyót neveltem. Fajn, mondom, már te is egy olyan fajn ember vagy, hogy még csangóba is ritka, s lehet magyarban nincses. Na, és aztán még megjöttek a szomszédok, és haza a felesége, és a Vilma, és még a disznyók megszúrtuk. És aztán pénzsértük, és mindenféle, és a jó pallinkát illogattuk, hogy addig, hogy a szentpénz a vésődétedet, s én a busz lakistám. Na, de azt mondja Kalcsikomán, te sem, te ne busunk, mert mindjárt úgy gyújtom be a dalcsira, és viszlek haza. Valamit még megittunk, s azzal, hogy vél az autóban. S elászlát hazafelé csíkba. Jont és úgy javasod Káró, hogy mentünk, mint a hajdérmintünk. Mondtam neki egyszer, hadd-e koma, ha nem menjed, ez az autó az utolsó gazdájához került. Az nem, azt mondja. Na fény, üljél nyugodtan, 10 évig voltam kamionsofőr. Úgy képzeld el, hogy olyan is volt, hogy télen Galacon, egy csepp hónán volt. És mink hétvégén, mikor nem volt mit csináljunk, beültünk, és mikor egy kamion hógolyót megraktunk, és elvittük Galacra. Az ottani gyármegyek úgy őmentek, olyan is volt, hogy még a könnyes megállt a gyármegecskénál. És azt csak azért mondom, azt mondja, hogy lassan, bár hát mit tudok. Aztán mi mentünk, s nagy rászkodástól emítő, én egyszer egyet olyan fingottam, még a torkomot is csipta, hogy vettem a lányát. De elszön a kocsi, és ha megszólalt, hogy azt mondja, az igen kom. Árájá egyszer olyan van, hogy már nem állítani, még egy vigyítést akar, amikor megbírnak. És aztán mi mentünk, s mi mentünk, de szered a hat. Karika forgalomban még nem értünk végre. Ha egyszer a kocsi megcsúszott, s mink a sanszba bé, s úgy elvetett, mint Tarzan a majmat. Elég az ez, hogy én az ablakon fájlák kirepültem, és akkor a
facciamo un uomo, mi sto l'imbrosciuto. E se riva di me, c'è l'altro, con l'urbo, c'è l'ampo, mi vedo che da sempre va a scrivere e sgattare. Mogo chi? Mogo chi? Scelta da sempre, scusi, ho da sempre, chi ci chiama? Non lo so, mogombo. No, fa enge, ma so vi sa sfaglio che è meglio di ciò. Posso notare a te, fa chi? Ma da sto mondo, me che farà le chinna che è nato e dritta scena. Salma che chi nito da smondo, io con gocion. Sándor vagyok, doktorú, a nyulak fáradhatatlan bakkosztatója. Nem én világítsék a szemembe, nem én nyom-minnyom agyabát és mondok. Erre az orvos kiattibálja, hogy megszólaltam. Teremből kifutott, s hánytány növérkábé, s egy nagy mocsok inakcióval. S akkor nekem azt a sakkémbe belédőznek. Attól kezdve sokra nem emlékszem. De arra igen, hogy mikor az asszony tér, és kezdett engem dicsérni. A betegek a pokrócokat ijedtük be, mind a fejükre húztak. És amelynek az idegjei csempegy gyengékok, elszemlék sírtes. Na, így vagytunk mink a disznyót golcsikonalmon, hogy mikor a borrahatból megszabadulhattunk, meg is mondtam neki. Harag ne legyen, de én mostanában kimes be, egy darabig nem megyek. Vagik lehet, nem is tudja. Felmintám volt az erdőre, mondom valami fát szedjek össze, már a télen aztán a bajom megtűnik. Ide a motor sírlőhöz, éppen felétem, a lovakat elcsaptam, s a fézitál, s egy nagy fanyőfának neki, szedjed az oldalát. Aztán még vagy tizet kivágtam, de már ilyen szürkület volt, s mondom, elegélek hazafelé, mert rámas telek. Az egyik lovat befogtam, és a másikat és a bokorból összeszereltem, és amikor teszem a vasat a szájába, befolni nem akarja. Teszem még egyszer, ásmét nem akarja, és akkor vettem észre, hogy a lóhajt egy matvét a szakirali végül. Ha mit mondjak, én akkor úgy megijedtem, hogy szólalni sem tudtam, csak a szememet járattam, mint a vetmalac. Na, de aztán egy cseppet megnyugodtam, és a mátvét a hangból kifogtam. A lovat helyébe bé, és tegyed hazafelé a falval út, hogy mire hazaértem, még az ülősdeszka és szecskába szakadt. Elég az érző, hogy a nagy játszéktől másnapra úgy állva tegettem, hogy vásárhelyre a kórházba kerültem, és a fejem már meg kellett operálni. Nem is lett volna semmi baj, de nem tudom az orvosok mit csináltak, mit nem, hát engem eloltottak. De az agyamot, mikor tették vissza, fordítva tették. Hazajöttem, de mi nem voltam jó. Szedtem a gyógyszert, és nem voltam jó. És aztán egyszer, mikor felülvizsgálatra visszamentem, akkor vettek észre mi a házat, és akkor megfordítottam. Azóta, hál' Istennek semmi bajom nincs. De akit lát nem is tudja, hogy én 7 hónaposan születtem. Ugyancsak Vásárhelyen, Császárról. Mit mondom? Azért, mert hogy ott fenn voltam, mondom, kimenjek a piacra, megnézem valami fai állatokat lehetek adni. Hát ott a piacon figyelőzünk, elém áll egy öreg ember, azt mondja, szarusz, Sanyiko, megismersz-e? Hát mondom, ha meg ne haragudj, de én nem. Azt mondja, nincs semmi baj, mert persze nem emlékszel, de én voltam az orvos, akiné megszülettél. Édesanyjából én segítettelek volt a világra. Hát mondom, én azt ott magának el is köszönöm, doktorunk, és ha így van, jöjjék valahol egy decidit. De aztán ott egy ilyen bodegába bémentünk, egy cseppet illogattunk, és mondom a doktornak, hogy miért jöttem, és valami jóféle kacski, juhut, ilyesmit, nem egy tudáladót. De aztán a doktor engem elvitt a komolyához, az egy német ember volt, és voltak neki valami faj német kacskéi. Hát én egyet megvettem, de az olyan, hogy hazahoztam, és itten szép vizén, teheneket, nem csak tejelésbe, de a gátnál megpróbáltuk, még hátúszalasba is menni. Vásárhelyen azóta nem voltam, de ha az Isten megsegít, és az őszön a bityókat eladom, felmegyek, megnézem, valami fajna bocsikon tehenet venni nem lehetne. Hosszú télen az asszony, és ne csak a szaját járassa, és legyen, ami csicserésze.
Szoktam mondani, hogy mindig mondtam, nem kell foglalkozni. Le kell ülni, meg kell inni a jó hideg, sőt nyarul. Télen én már lakonyom. Én például nem megyek az idén szívhez pedezni. De nem vagyok ideges, mert tavaly voltam. Azt mondja nekem az asszony, Sanyika, gyere menjünk ember egy közé. Elmentünk a restaurant vendéglőbe. Diszkógömbék forogtak, a betlidó zenét rendelünk. Tudja, hogy menü, komplet menü volt. Szavasz úszlájé, tudja, hogy úgy jól loptak, mikor befejeztem, mondom, na, most ha arról ilyes emberre, reggelig át tudnék beszélgetni. Pincélek, nem ügyesek voltak helyek. Volt egy leánk ember, a banánat itt nyomta a koktélokban én, és még úgy csodás, hogy bírta. És pintettem, pincé, narancs, így pucolt a narancsot, és mondom egyszer pincének azzal nekem, hogy pohar konyagot. Kihoztam, mint a tudja, hogy mit egyet, csak mustaros poharba hoztam én. Mondom, van erre barátom én, nem egyéb abban, hogy valaki kiharapott. Azt mondja, a bónám. Mondom, hogy valaki ki kéne tarapni, nem, s mindenre sütöttem. És nézek szét, és hát az emberek minden kristálypoharból ittak, csak nekem hozta el a mocsok pincélje mustaros. Tudja, hogy ezt felálltam. Mondom, hogy legyen végá mindennek, mikor az asztal felhanyította, míg az éges naspás volt fel. Mondom a mulatságnak vége, a cigányok menjenek ki. De azok olyan mocsok emberek voltak, hogy ott olyan már neked is lett, hogy kijött rendőrség, a milícia, a polícia, mentők, mindenféle ilyen népek jöttek. És akkor én egy ilyen fehér köpen és egy ilyen kék ruhással összeállítást mondom, tudja a kerint, mi mindnyájan testvérek vagyunk, boldog új élet. Már én mindig mondtam, nem kell foglalkozni, meg kell inni egy hideg sőt, és télen én már a konyom. És akkor hazamegyünk, és azt mondja az Ivika, hogy nekem a feleségem, hogy valljunk el. Mondom, nem foglalkozzál, mindig megmondtam, nem kell foglalkozni. Tehát valljunk el, s így csúcs, nem tudom. De mondom, valljunk el. Elmentünk a törvényszékre, azt mondja a bíró, hogy maga el akar-e valni? Mondom, én biztos igen. Azt mondja, mi akar el valni? Azt mondja, az asszony nem főz, mondom, mondom. Az asszony nagyon jó főz. Azt mondja, akkor mi megcsaltad? Mondom, az asszony engem, tehát az Ivika nem olyan. Azt mondja, akkor mi akar el valni? Hát mondom, ha nézzék meg maguk is, hogy néz ki. És aztán elvaltuk el én akkor, és azt mondta, hogy nem kell foglalkozni, meg kell ülni egy hideg sőt, kérjeni meleg konyakot, nincsenek cirkuszolni. Köszönöm szépen!